Jelentős fejlesztéseket ünnepelhetett a Goffhangeri Kft. Dunaföldvári telephelye. Hát a mai napon a Goffhangeri Kft. Tároló telephelyén vagyunk. Ez 2017 óta a cégcsoportunk része. 2008 óta üzemeltetjük a Dunaföldvári malmot, tehát ez azt jelenti, hogy itt Dunaföldvár életében 16. éve jelen vagyunk. Ezzel a telephelyel létszámban is bővültünk, tehát gyakorlatilag a munkavállalóink száma is bővült. Illetve hát most az elmúlt egy évben egy nagyon nagy beruházást hajtottunk végre. Cégcsoportunk életében azt lehet mondani, hogy a legnagyobb, de a Dunaföldvári viszonylatban is egy nagy beruházás számít. Ez 2,3 milliárd forint plusz áfa értékű beruházás valósult meg. Gyakorlatilag egy év alatt, ami több része tagolható. Az egyik a malomüzemben történt technológiai fejlesztés, a másik szállítóeszközök gépek beszerzés, illetve a harmadik, ami telephelyen most történt a hivatalos átadónk. Tehát itt egy új, megújuló energiaforrásokra alapuló terménytisztító és terményszállító berendezést adtunk át, illetve a hozzátartozó technológiai elemeket és terménytároló csarnokot. A vállalkozás a környékbeli termelőknek biztos felvásárlási pontot nyújt, fogalmazott Lengyel Tamás. Jelenleg is közel 45-50 ezer tonna búzát felelünk egy évben, viszont a termelők sok esetben azzal a problémával találkoztak, hogy nem tudták megfelelően tárolni, azért mert nem volt megfelelő hely, ahol le tudták volna tárolni a terményüket. Azzal, hogy mi terménytároló helyet biztosítunk nekik, felvásárlási pontot biztosítunk nekik, és a későbbiekben egy szoros együttműködést szeretnénk kialakítani, ami arra szolgál, hogy vetőmagot, műtrágyát és inputanyagot is biztosítsunk. Egy olyan együttműködést készítünk elő, ami nagyon hosszú távra nyúlik. Ez azt jelenti, hogy amikor elindulunk abba az irányba, hogy azokat a vetőmagokat fogják termeszteni, ami a malomiparnak, és akkor itt nem csak rólunk beszélek, hanem a környező más megyében működő malmoknak is, a malomiparnak megfelelő alapanyagot biztosítanak. Ezzel én azt gondolom, hogy egy további biztos pontokat tudnak saját maguknak kialakítani. Az új beruházások pozitív hatásairól beszélt Szurovcsák András ügyvezető. Hát nyilvánvalóan az energiahasznosulás és a napelemek felszerelése miatt az energia szükséglet és a zöldülés az mindenféleképpen pozitív. Abban mindenképp pozitívak vagyunk, hogy nem használunk fosszilis energiát a szárításhoz, és hát minden a minőségről szól, ezzel a szárítóval gyakorlatilag bár abban az időjárási környezetben, amikor a kombályok már tudnak működni, mi azonnal tudjuk fogadni az árut, és hát reméljük, hogy az időjárás, ha olyanra fordul, akkor is sokkal több terméket tudunk megmenteni megfelelő minőségben, mint enélkül az eszköz nélkül. Nyilvánvalóan a malomban a szitaoszlopok cseréje az a megfelelő minőség és a kihozatal javulását eredményezi, az eszközök pedig a korszerű, és hát nyilvánvalóan 12% az előző generációhoz képest is 12%-kal jobb fogyasztása működnek, sok kicsi sokra megy elvén, ezt is figyelembe vettük. Haladunk ezen az úton, várjuk a mostani kiírásokat, dolgoznak a kollégák a tervezésen, és reméljük, hogy a következő időszakban hasonló innovációkkal fogunk tudni tovább lépni. Az átadó ünnepségen felszólalt Nagy István agrárminiszter, aki többek között beszélt a mezőgazdasági piac nehézségeiről és annak okairól. Hogyha meg tudjuk oldani azt, hogy a hozzáadott érték több legyen, ha meg tudjuk oldani azt, hogy a feldolgozottsági szint több legyen, akkor a jövedelmezősége is több a gazdatársadalomnak. A mai átadó ünnepség, a mai beruházás pont ezt szimbolizálja. Igen, végre visszatérünk arra az útra, ahol lennünk kell a minél magasabb hozzáadott értékre. Mert termelni megtanultunk, mindig dobogón voltunk a kibocsátás méretében. Mindig az első három között voltunk Európában, az egy hektárról előállított mennyiség tekintetében. De a jövedelmi viszonyaink sajnos nem ezt igazolták, mert a hozzáadott értékben le voltunk maradva. És akkor egy jó, pozitív döntésről hagy számoljak be önöknek, ami
a Covid után, a történelmi aszály idején, az ukrán gabonaválság és orosz-ukrán háború következtében született a mostani magyar kormánynak egy történelmi döntése. Mégpedig az, hogy az Európai Uniós forrásokhoz a nemzeti társfinanszírozás mértékét Európában egyedülálló módon a maximális mértékűre állítja be. Ami azt jelentette, hogy nem 17,5%, ami átlag Európában, a minimális, hanem 80%. Meg háromszoroztuk a rendelkezésre álló forrást. Csak hogy érzékeljék a számok nagyságát, 2027-ig még 2900 milliárd forintunk áll rendelkezésre ahhoz, hogy beruházásokat hajtsunk végre. Süli János, a térség országgyűlési képviselője az innováció fontosságát emelte ki. Ugye én gyerekkoromban láttam, hogy mindent bevittünk a földről, mindent elhasználtunk, a kemencébe a kukoricaszár meleget adott, de a kórót is kihúztuk. Ma nincs is már ugye törzsvágó, amivel mindig le kellett vágni akár a napraforgónak a torzsáját, vagy le kellett a kukoricának, és az is milyen jó hőértéket adott. Tehát tulajdonképpen itt is lassan azt tapasztaljuk, hogyha bio hő, tehát a megújuló energia előállítása, hogy akkor egyre több hasznosul, termék hasznosul, amit egy régebben mondjuk beszántottunk a földön. Úgyhogy kívánok a teljes kollektívának további szép sikereket, eredményes gazdálkodást. Arra tényleg vigyázni kell, hogy a világ tőlünk függetlenül néha segít, néha nem segít, de aki okos, az különböző eszközökkel és jó kollektívával együtt túl van minden ilyen krízis helyzeten.